Sziasztok, igen, mint hogy láthatjátok, ez most egy komolyabb hangvételű videó lesz, mert sajnos beszélnünk kell egy-két dologról. A háttérzajok miatt elnézést, de meleg van, nem akarok lámpákat kapcsolni, hogy még jobban melegítsenek, plusz a mostanírási árak, meg környezetmédelem, fenntarthatóság, stb. Mellett még jobban nem, úgyhogy most kintről jön a fény. Nos, ez az egész videóhoz igazából úgy egy nagyjából vázlatot írtam magamnak itt az iPad-en, de az iPad-ről majd később egy másik videóban. Szóval, itt igazából ebben a videóban arról lesz szó, hogyan tovább, hogy lesznek a videók, okok, meddig fog tartani a változás, elmondom a dolgokat, érveket, indokokat, hogyan tovább, nos, a videózás semmiképpen nem szeretném abba hagyni. Muszáj leszek csökkenteni ennek a heti kettő videónak a számát, mert különböző okok, illetve dolgok közbejöttek, illetve nem közbejöttek, hanem ennek így kell történnie nyilván. Nos, ezek az okok igazából az iskola, és most sokkal több időt, energiát szeretnék az iskolába és tanulásba belefektetni, hiszen végzős leszek, érettségire készülni, stb. Ezért, és most itt térek ki, a hány videó lesz dologra, előre láthatólag heti egy videó lesz a csatornán, de lehet, hogy csak két hetente lesz egy, vagy havonta egy, de mindenképpen szeretném azt, hogy minden hónapban legyen legalább egy-két videó, tehát próbálok előre dolgozni, hogy ameddig tudom tartani, addig legalább a heti egy videó szintet tartsam, azért akkor is így előre, hogy pontosan még nap az marad ebbe a rendszerbe, hogy péntek, ugye eddig úgy volt, hogy hétfő péntek, de most már marad a pénteki rendszer, és hát sajnos ezen a héten történt, mikor ez a videó kikerül, akkor történik ez a lezárás a heti kettő videónak. Tervek igazából a sulira fókuszálás, a tanulás, a sikeres érettségi, de azért szeretnék a hobbimmal is foglalkozni, tehát a videózással, de sokkal jobban szeretnék fókuszálni az iskolára. És hogy a változás meddig lesz, hát igazából előre láthatólag suli időben lesz ez a változás, és téli szünetbe, tavaszi szünet, meg őszi szünetbe szintén szeretnék előre dolgozni videókkal, hogy azért legalább a heti egy vagy két hetente egy videót tudjam nektek tartani, mert ezt így gondolom helyesnek. Szóval igen, és ebbe a beszélnünk kell videóban igazából ennyit szerettem volna nektek elmondani, és találkozunk legközelebb, azaz jövő héten, pénteken. Addig is legyetek jók, és bocsika, hogy ilyen rövidke videó lett, és ilyen szomorú hangvételű videó, de ennek most így kell történnie. Addig pedig ti se szomorkodjatok, mert jövő héten találkozunk. Sziasztok!